leszel, és fogod a két kezem, mámoros bódult a testem, hisz érted verszivel, a reggeli kávé illatán érzem, hogy létezem, szeretnélek téged, de mégsem. A gondolatok hosszú útra kelnek, valami újat sejtek, távoli ijesztő a szerzet, aki ott él benned, végtelen órák a percek, amik gyorsan telnek, ébredj álmodból, hát kérlek. Vendégeim Szelecki Dávid, Zelei Kristóf és Pető Bence. Sziasztok! Sziasztok! Szia. Hát hogy csak 8 év után kezdtetek el komolyabban foglalkozni a zenekarral? Hát eleinte egy ilyen kis baráti összeröfölésnek indult az összes próbánk, és hát voltak tapcserék a zenekarban, életében, és valamikor 2016 őszén jött Dávid, és akkor vett egy kicsit komolyabb fordulatot a történet. 15. Hogyan repül az idő? És hogyan ismerkedtetek meg Dáviddal? Hogyan kerültél képbe? Én eredetileg nagykörösi vagyok, és nekünk van otthon egy ilyen kis amatőr színtársulatunk, különböző darabokat szoktunk előadni, és volt egy abonyi srác, a zenekar többi tagja abonyi, volt egy abonyi srác is a színkörben, és egyszer láttak valamilyen előadást, amiben szerepeltem, és na hát akkor próbáljuk már meg elhívni a Dávidot. Akkor ez egy zenés dolog volt. Igen, persze. Egy musical volt. Egy musical volt. És elhívtak, hogy mi lenne ha. Akkoriban még volt egy másik zenekarom. Elmentem egy próbára, meghallgattam őket, ők is meghallgattak engem is. Szerintem első próbán gyorsan összeszoktunk viszonylag, ha lehet így mondani. Abszolút. és azóta így igazából töretlenül csináljuk a dolgot. És akkor mikor kezdődött el így a komoly munka, a dalírás? Mert most ugye kiadtatok 3 dalt ősszel. Így van. Ezt mikor kezdtétek el csinálni? Ezeket a dalokat szerintem tavaly nyáron döntöttünk úgy, hogy akkor megcsinálunk egy kis lemezt, úgy komolyabban, és valahogy úgy szeptemberre lettek kész ezek a dalok, és akkor már folyamatosan Nónius Gáborral, a producerünkkel kapcsolatban voltunk, ő segített nekünk sok mindenben, és utána mentünk el hozzá ezekkel az úgymond kész demókkal, belecsináltuk meg, és valahogy a végleges változatok az ilyen december eleje körül alakultak ki. Mindig szeretem megkérdezni, hogyan zajlik nálatok egy munkafolyamat, hogy együtt írjátok a szöveget, dalt így együtt, vagy mondjuk Dávid, tudom, hogy te írod a szöveget, ha jól tudom. Így van. Külön otthon megírod, és akkor utána így összegyűjtök, és arra írtok zenét, vagy hogy nálam pont fordítva van. Nem tudom miért, sokan azt mondják, hogy sokkal egyszerűbb az, hogy szöveget megírják és ráad dalt. Valamiért, nem tudom, hogy miért, nekem ez egy kicsit nehéz. Én soha nem írtam még dalszöveget, igazából most kezdtem el ezzel így, hogy mondjam, foglalkozni, az első komolyabb dalszövegek, amiket írtam. Hát hogy is zajlanak? Igazából a Bence szokta hozni elsőnek az ötleteket. Egy gitártémát, egy riffet, és azt szépen kibontogatjuk próbán közösen. Mindenki beleteszi a saját dolgát, és ettől lesz egy képe az egész dalnak. És akkor hát ugye úgy működött most a munka, hogy a Nónius Gábor producer kezébe vette a dalokat, a demókat, és hát végleges formát ő adta a daloknak, tehát hogy hatalmas nagy profizmussal állt neki a dolgoknak, és ez is teljesen új volt számunkra, hogy ilyen közegbe kerültünk bele, és nagyon nagy kaland volt egyébként, hogy megéltük ezt az egészet. Ez ilyen nagyon igazi nagy zenekaros történet volt, tehát ez egy ilyen jó dolog volt. A Gábor hihetetlenül profi, és nagyon érti a dolgát, tehát hogy félszavakból is levett, hogy mit szeretnénk a dalokkal, és maradéktanul meg is valósította azokat. És akkor tulajdonképpen, hogyha jól értem, most itt a Szeretnélek című dalt hallhattuk, ez az első szöveged? Nem, írtam már többet is. Van még másik saját számunk is. Azok még ilyen, hát, hogy is mondjam, kicsit amatőr
mondhatom így? Amatőr, mondhatod így. Ilyen kis amatőr kezdő munkálatok voltak. Vannak régebbi szövegeim, inkább úgy mondom, hogy ezek az olyan első, olyan komolyabb dalszövegek, amiket kihoztunk úgy nyilvánosság elé, és komolyabban gondoljuk az egészet. Na és ott akkor ez miről szól ez a dal, ez a konkrét dal? Ez személyes ikletettségű, vagy csak úgy elképzeltél valamit? Persze, nyilván személyes. Van benne személyes, van benne olyan is, hogy ahogy jöttek a gondolatok igazából. És hogy miről is szól a dal, ugye a klipből nagyon nem jön le, ez egy image klip, hogy miről is szól a dal, szerintem mindenki megtapasztalta már, mindenki volt szerelmes, mindenki szakított már, és a stb. Mindenki volt már ilyen helyzetben. Szeretnék szerelmes lenni, de ugyanakkor azért kicsit félek tőle, óckodom tőle, és nagyjából erről szól a dal. Azért szeretnék szerelmes lenni, mert már volt ebben részem, és nagyon jó volt, és nagyon szerettem. De ismered ennek a veszélyeit. De ismerem, így van. Hát de szép volt. Mindannyian így vagyunk. Köszönöm. Ezzel. És mik a jövőbeli tervek? Azon kívül, hogy szerelmesnek lenni? Hát készülnek az új dalok. Most már talán elmondhatom, hogy két dalunk már olyan demo állapotban van, és ez mindenképpen a nyár folyamán szeretnénk ezt olyan formába ölteni, mint a mostani dalok. Dolgozunk rajta, úgyhogy szerintem a nyár folyamán jön a következő anyag. Szeretnénk ezen kívül tehetségkutatókra menni, és valamilyen nagyobb zenekarral együtt működni, mint előzenekarként járni klubokba, vagy egyéb fesztiválokra, vagy bárhova, hova ők mennek. Hát nagyon drukkolok nektek, én egyébként javaslom, hogy jelentkezzetek jövőre a dalban, mert ez mindenféleképpen jó lehetőség, hogy megmutassátok. Köszönjük szépen. Sok sikert kívánok nektek.